Több tucat úgynevezett műfecskefészek látható ezen a felvételen. Közeledik a tavasz, ami azt is jelenti, hogy elkezdődik a fecskevédelmi időszak. A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület szekszárdi önkéntese szerint az emberi tevékenység és a klímaváltozás hatására jelentősen lecsökkent a madárállomány. Az egyik probléma, hogy az ember megmérgezi a fecskék fő táplálék forrását, a szúnyogot. Ennek következtében pedig a madarak azokat a nagyobb repülő rovarokat fogják meg, amelyek nem pusztulnak el egy-egy írtás során, viszont a méreganyag megtalálható bennük. Egy fióka számára utóbbi elfogyasztása végzetes lehet. Jelenleg ma Magyarországon körülbelül a fecskeállomány 50%-a hiányzik. Ez nagyságrendileg olyan 2 millió fecskét jelent, és azt szokták mondani, hogy egy fecske egy évben körülbelül 1 kilogramm repülő rovart fogyaszt el. Ezt ki lehet számolni, hogy ha 2 millióval felszorozzuk, akkor az rengeteg, akár szúnyog, akár egyéb más kártevő rovart jelent. Arról nem is beszélve, hogy a klímaváltozás hatására több az emberre is veszélyes szúnyog és rovarfajok, és az általuk terjesztett kórokozók is megjelennek hazánkban. Ezek elleni védekezésben, írtásban is lényeges szerepe lenne a madaraknak. Azért, hogy a fecskeállomány ne csökkenjen tovább, a lakosságnak és az önkormányzatoknak is fontos feladata van. A műfecskefészek kihelyezésének egyébként két jelentősége is van, hogyha szerencsénk van, akkor már magát azt a műfészket elfoglalja a fecske, vagy egyéb más madár, illetve ez egy ilyen kis csalogatónak is hat, hogy igen, ez egy biztonságos hely, ahova mintha már valaki rakott volna egy fészket, és így lehet, hogy neki is megjön a kedve, hogy mellé a sajátját elkészítse. Költési időszakban április 1-e és október 31-e között a fecskefészkek eltávolítása nem csak tilos, de hatósági úton sem engedélyezhető.